Mára a motorolajcserét terveztem, ugye a családban lévő mindkét autóban. Igyekszünk úgy használni az autókat, hogy mind a kettőben lehetőleg egyszerre kelljen olajat cserélni. Ezt nem olyan egyszerű összehangolni, de azért össze lehet. Így nem kell kétszer kibontani az aknát, alábújni az autó alá, tehát elég macerás, mert ugye itt a garázsban található ez a szerelőakna. Most, amit láthattok, hogy éppen csirátlanítom, úgyhogy még mielőtt lemennék ebbe az aknába, előtte UV-lámpákkal. Ugye korábban kvarclámpának neveztük ezeket az UV-sugarakat kibocsájtó hát arcbarnításra és a test barnítására használatos eszközöket. A kerregés, amit hallotok, ezt az a szürke kvarclámpa adja ki. Ön benne nincs elborulásgátló, tehát ugye ő bennük van egy infrasugárzó is, tehát melegítenek is, és mellette még nem kis UV-sugárzást bocsájtanak ki, amely elpusztít a gyakorlatilag minden kórokozót, így például a gombákat is. A másikat pedig ott lent láthatjátok, ő benne viszont van elborulásgátló, ezért így le kellett eresztenem az aknába, hogy függőlegesen álljon, mert csak így működik. Nektek is javaslom, hogy ha olyan helyiségben dolgoztok, ahol ilyen gombásodás várható vagy látható, akkor mindenképpen érdemes legalább egy 10-15 percet, de akár fél órát is fertőtleníteni azt a területet. És amiért ez a videó ma készül, az a tapasztalat megosztás, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy nektek van-e már tapasztalatotok ezzel a vűrt motorolajjal. Ugye ez az 5V40-es, ez kerül a Tacomába, és 5V30-as kerül majd a Nissanba. Ugye az egy láncos motor, ez egy vezérműszíjas motor. Én is kérek szépen visszajelzéseket és tapasztalatokat erről a típusú motorolajról, még én is majd megosztom veletek, hogy mit tapasztaltam vele kapcsolatban, már amennyit egyáltalán vizuálisan, meg a fülünkkel, vagy bármivel lehet tapasztalni a motoroknál. Úgy gondolom a legszembetűnőbb dolog egy motorolaj tesztelése során az az autó által elfogyasztott olaj mennyisége, és az, hogy füstöl-e tőle. Hogyha nem megfelelő motorolajat használunk egy autó motorjába, akkor ez történik, hogy vagy füstöl, vagy füstöl is, és eszi is az olajat. Hát nyilván a kettő az összefügg. Úgyhogy kíváncsi vagyok, van-e már tapasztalatotok, használtatok-e már ilyen vűrt márkájú motorolajat. Nyilván ugye néhány alapolaj gyártó van, és a vűr sem saját maga gyártja ezeket a motorolajokat. Amennyire tudom, az Eneos japán motorolaj gyártóval, illetve aki az Eneosnak is gyártja az alapolajat, ő vele van leszerződve a vűrt. Nem sok különbség volt érdekes módon az 5040-es és az 5030-as olaj között, de azt gondolom, hogy ár-érték arányban bőven a legjobb a piacon jelenleg, már hogyha nem tudtok túl nagy kedvezményhez hozzájutni természetesen a különböző autó cégeknél, autóalkatrész cégeknél. Ugye motorolaj cserét érdemes úgy időzíteni, hogy előtte egy kisebb utat tegyetek meg, hogy a motor az üzemmeleg legyen, úgyhogy most én is ezt megtettem, úgyhogy mielőtt visszaülne a motor, ezért gyorsan ki is cserélem benne a motorolajat. Tehát még egyszer mondom, azt várnám tőletek, hogy ha van tapasztalatotok a vűrt motorolajokkal kapcsolatban, akkor kérlek osszátok meg hozzászólásban itt a videó alatt.